További fejlesztések várhatóak, többek között a Gorki utca környékén. Adományokat vár az útkeresés segítő szolgálat. Újabb sikeres koncert a Petőfi Művészeti Ligetben. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Újabb fejlesztések várhatóak a Gorki utca területén, tudatta stábunkkal Lőrinci Konrád, a 2-es számú választókerület képviselője. Az ott lakók többek között a parkolók és a járdák megújulására számíthatnak. Itt a térképen lesz az, ami még egy fontos lépés lesz. A körzetében tervezett egyik legfontosabb fejlesztésnek a térfigyelő kamera beszerelésének fontosságát hangsúlyozza Lőrinci Konrád. Az önkormányzati képviselő úgy véli, ezzel a beruházással sokat javulna a Gorki utca belső udvarának közbiztonsága. Elmondása szerint a problémákat főként az ittas állapotban lévő, hangoskodó, alkalmanként graffitiző fiatalok okozzák. Ezek visszaszorítása érdekében azonban már tett intézkedéseket. A rendőrkapitánysággal együttműködve sikerült azt elérni, hogy gyalogos járőrök napközben is ide bejárnak, illetve az éjszakai járőrök is ugyanúgy felügyelik ezt a területet. Ugyanez érvényes egyébként az október 23 téri területre is, és azt gondolom, hogy bár a probléma teljes mértékben nem oldódott még meg, de jelentős mértékben javult a helyzet. Az udvar területén várható fejlesztések között szerepel még a Gorki utcai parkoló és járda felújítása is. Most fog hamarosan elkészülni a Gorki utca 1-től 7-ig teljes parkolónak a javítása. Ez új felületet jelent, és természetesen vízelvezetést is. Ezen kívül a Gorki 3 perá előtt a lakók kérték, hogy a járdának a javítását, vízelvezetését oldjuk meg, ez is meg fog történni. Jó, és akkor ott a másik oldalon. A képviselő hozzátette, hogy körzetének többi területén is folyamatos fejlesztéseket tervez, többek között a Martinovics és a Batsányi utcában, valamint az RK kert és az október 23-a tér környékén. Az útkeresés segítő szolgálat az idei nyáron is elindította adománygyűjtő programját. Az intézmény használt ruhákat, tanszereket és iskolaszereket vár, amelyeket az akció végén egy játékfesztiválon a rászoruló családok között oszt szét. Eddig ezeket gyűjtöttük össze, és a lakosság részéről ezek a felajánlások érkeztek. Árgyalán Anikó azokat a játékokat, ruhákat és eszközöket mutatja, amiket már felajánlottak az augusztus végén jelentkező játékfesztiválra. Az útkeresés segítő szolgálat 2000 óta szervezi meg nyaranta adománygyűjtő programját. A felajánlásokat az intézmény a következő hetekben várja, amelyeket a vakáció végén osztanak majd ki a rászoruló családoknak, ezzel is enyhítve a tanévkezdés terheit. Az egész lakosság részéről várjuk tulajdonképpen ezeket a felajánlásokat, hiszen most van az az időszak, hogy átnézik a tavalyi év iskolaszereket, tanszereket, picit rendet raknak, és ennek kapcsán ugye kiderülnek, hogy melyek azok, amelyek helyett újakat kell venni, kinőtték a gyerekek, de ugyanakkor ezek mások számára még hasznosak lehetnek. Úgy például tornaruha, tornacipő, kis pólók, rövidnadrágok, tehát ezek a ruházati dolgok, de ünneplő ruhákat ugyanúgy szívesen fogadunk. Másrészt pedig maguk az iskolaszerek, tehát akár még munkafüzetek, füzetek, írószerek, papírok, színes ceruzánk, gyurmák, tehát a technika is rajzolán használatos dolgok, amiknek más gyerekek még nagy örömmel használhatnak. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy aki teheti, gyűjtse össze az otthon már feleslegessé vált, vagy a gyermekek által megunt, de a tanuláshoz, az iskolába járáshoz szükséges, még használható eszközöket, amit az intézmény nyitvatartási idejében lehet leadni. Az extrém elektronikus hangzásé és a szókimondó ironikus dalszövegeké volt a főszerep vasárnap, amikor a Honeybees nevezetű zenekar lépett a Petőfi Művészeti Liget szabadtéri színpadára. Az esemény az eddigiekhez hasonlóan sok érdeklődőt vonzott. Még a gyermekek is táncra perdültek a Petőfi Liget vasárnap esti koncertjén. A hangulatért a Honeybees nevezetű zenekar felelt, amelyet a nagy közönség az Eurovíziós Dalfesztivál magyar selejtezőiben ismerhetett meg. Az együttesnek a műsor óta egyre nagyobb sikere van, számtalan helyre meghívják őket országszerte.
A nyári fesztivál széria úgy áll, hogy gyakorlatilag szinte mindenhol játszunk az országban, rengeteg Honey Beast koncert van, megjelenünk városi rendezvényeken, magánrendezvényeken, fesztiválokon egyaránt, és hát nagy munka van, nagy munka van. De nincs olyan hét, hogy ne koncerteznénk, és ez nagyon jó. Nagyon szeretem. Eddig még bevallom, nem nagyon volt ilyen nyarunk, hogy ilyen sok koncert legyen. Az együttes jól felismerhető az extrém elektronikus hangzásról és a szókimondó, néha ironikus dalszövegeiről. Az énekesnő gondolatait, mondani valóját a zenekar gitárosa és egyben dalszerzője fogalmazza meg. Rám bíz általában, tehát én érzem, hogy az újabb dalokban mit szeretne elmondani, ez most már így van. Mondjuk még a Hős meg a Maradok, tehát ez a korábbi dalok, azok még abszolút az én világom volt, az újak már inkább Zsófira vannak írva. A Petőfi Művészeti Liget vasárnapi eseménye az eddigiekhez hasonlóan sok érdeklődőt vonzott. A programsorozat folytatásában a 70-es évek rockzenei világába kalauzolja közönségét a Triász zenekar, szerdán este 8 órától. Átalakulóban vannak az olvasási szokások, egyre többen részesítik előnyben a digitális köteteket. Stábunk utána járt, hogy Dunaújvárosban az internet mennyire szorította háttérbe az írott formát. A Dunaújvárosi József Attila könyvtárban még mindig sokan kölcsönöznek könyveket, annak ellenére, hogy a könyvtárok látogatottsága az utóbbi időben országszerte visszaesett, elsősorban az internet használat elterjedése miatt. Hát az olvasási szokások elsősorban úgy alakultak, hogy az információszerzés nagy része rátolódott az internetre. Katona Zsuzsa, a városi könyvtár vezetője szerint az olvasási szokások valóban átalakultak az elmúlt években, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy kevesebbet olvasnak az emberek. Csupán másként teszik ezt, mint korábban. Ugyanis egyre többen részesítik előnyben a digitális formátumot. A szép irodalom és a regény esetében azonban még mindig a nyomtatott könyveket választják az olvasók. Amit nem tud kiváltani az internet, az talán a szép irodalom. Tehát a meseolvasás azhoz még ma is kötődik ahhoz, hogy a szülő, a felnőtt olvas föl a gyereknek. Később ugye a gyereknek speciálisan nyomtatott könyvek vannak, aminek szép a betűkébe, nagy a sortávolság. Tehát hogy a kezdő olvasó is tudja azt érezni, hogy ő halad és elolvashatott egy könyvet. A felnőttek számára meg ugye egy regény az kicsit bonyolult a képernyő előtt ülve elolvasni, és hát azok még mindig ide jönnek hozzánk, és azt tényleg az írott formában kedveli, azt gondolom, hogy az olvasóknak a nagyon nagy százaléka még mindig. Az emberek többsége azért választja a digitális könyveket, mert a hozzáférés egyszerűbb és gyorsabb. Stábunk kíváncsi volt arra, hogy városunkban az internet mennyire szorította háttérbe az írott formát, ezért megkérdeztünk néhány dunaújvárosi lakost. A könyvnek igazán van varázsa. Az ember el tud kényelmesen helyezkedni, kezébe veszi, elolvassa a lapokat. Más a varázsa. Az interneten ott annyiféle információ van, hogy kicsit elviszi az embert ahhoz képest, mint ami a könyv. Mert ott egy témáról van szó, az van kifejtve, a neten viszont teljesen össze lehet keveredni millió dolog miatt. Tehát amivel nagyobb az információ tartalma, annyival szerintem szeparáltabb is. Elmondanám, hogy az unokám az most végzett a második osztályba, és nagyon jó tanul volt, kitűnő, és akkor könyveket kapott ugye ajándékba, és nekiállt, és olvassa a könyveket. Rengeteg könyvünk van különben, mondtam is neki, majd keresünk olyat, ami neked való, 9 éves gyereknek, mondom is, akkor nyugodtan olvashat szállandon. Az átalakuló olvasási szokások ellenére Dunaújvárosban még mindig a kézzel fogható könyveket részesítik előnyben az emberek. Itt a nyár, ilyenkor sokan napoznak, a túlzásba vitt napfürdőzés azonban nagy szerepet játszik a bőr előregedésében és a számos bőrelváltozás kialakulásában is. Éppen ezért fontos az elővigyázatosság. Mindenképpen a több faktoros, akár esetleg az 50 faktoros nagyvédőkrémet mindenképpen ajánlanám. Mészárosi Bolya házi orvosa a káros UV-sugarak elleni védekezésre hívja fel a figyelmet. Elmondása szerint fontos, hogy mindig elővigyázatosak legyünk. Mindenképpen javasolt a megfelelő védőruházat, a szalmakalap, valamint a fényvédőkrém használata.
Az UV-sugárzásnak több fajtáját tudjuk megkülönböztetni, az UVA-t például, vagy az UVB-t. Na most, ami legjobban érint minket, az az UVA-sugárzás, ami inkább a napsütéses órák számában, a napsütéses órákon jelentkezik. Ilyenkor 11 és 3 óra között legfőképpen, attól függ, hogy hogyan esik be természetesen a kontinensünkre a napfénynek a szöge. Ettől függ mindenképpen az UVA-sugárzásunk. Védekezés az, hogy legfontosabb, hogy kerüljük. Tehát ilyenkor nem megyünk ki se a vízpartra, se a napsütésre. A védőruházatunkat újra használjuk, természetesen ugyanúgy a sapkát, kalapot, ha szükséges, akkor pedig a napszemüveget. Ezen kívül vannak olyan emberek, akik nagyon érzékenyek, többfajta bőrtípust különböztetünk meg. A nagyon érzékeny bőrtípusok ilyenkor mindenképpen fényvédőkrémet is használjanak. A dózásba vitt napozás nagy szerepet játszik a bőr előregedésében és számos bőrrel változás kialakulásában is. A DSTV által megkérdezett emberek számos eszközzel próbálnak meg védekezni a napsugarak káros hatásai ellen. Van egy fehér kalapom, de most éppen tegnap Kiskunhalason voltunk fürödni, és akkor ugye most az ki lett mosva, most nem tudtam felvenni, de általában 12 és olyan 4 óra között nem megyek ki a lakásból. Nem, hát akkor benn vagyunk persze. Úgyhogy pihenek ebéd után, ebben nagy melegben, ugye roló leengedve, ablak becsukva, ugye olyan hőszigetelt ablak van, ott nem engedi át a napfényt, úgyhogy hát megpróbálunk így. Hát meg, ha olyan helyen vagyunk, akkor vízparton, természetesen, úgyhogy. Kis sapka, hogyha annyira meleg van, viszünk magunkkal innivalót. Ilyesmi. A következő hetekben az UV-sugárzás nagyon erős lehet. Elérheti akár a 7,6%-os értéket is. Ilyenkor már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Mindenki fokozottan védekezzen a leégés ellen. Brazília bejut a hazai rendezésű labdarúgó világbajnokság döntőjébe. Legalábbis így gondolja André, a DSTV jövendő mondóteknőse. Elődöntőihez érkezett a 2014-es braziliai labdarúgó világbajnokság. Az egyik ágon a Franciaországot 1-0-ra legyőző Németország a házigazda Brazíliával találkozik, a másikon pedig Argentina a Costa Ricát 11-esekkel búcsúztató Hollandia együttesével csap össze. A kedden este 10 órakor kezdődő elődöntőn Andrea teknős a házigazdák továbbjutása mellett tette le a voksát, annak ellenére, hogy a brazilok legnagyobb csillaga a tornán eddig 4 gólig jutó Neymar sérülés miatt, a csapatkapitány Thiago Silva pedig eltiltás miatt biztosan kihagyja a találkozót. André eddigi megérzései szinte mindig bejöttek, hogy most is beválik-e, az majd kiderül. Annyi biztos, hogy a DSTV teknősének jóslataival végigkísérjük a brazíliai világbajnokság végső küzdelmeit is. Kedden egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet, és a déli óráktól több helyen várható zápor, zivatar. Felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. 26 és 29 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Következzenek még egyszer főbb híreink, röviden. További fejlesztések várhatóak, többek között a Gorkij utca környékén. Adományokat vár az útkeresés segítő szolgálat. Újabb sikeres koncert a Petőfi Művészeti Ligetben. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!